Szabolcs Bereg, Hajdú Bihar és Jász Nagykunszolnok megye házi segítségnyújtás területén dolgozó szakemberei találkoztak a Nyíregyházi Esélycentrumban. Ebben az évben regionális szinten harmadik alkalommal rendeznek hálózati ülést ebben a témában. Folyamatosan segítik azt a munkát, hogy mi minél könnyebben, minél zöggenőmentesebben tudjuk a változásokat a valóságban is létrehozni, vagy meg. Így köszönte meg Szilvásiné Bojda Márta, régió felelős hálózati szakértő, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkatársainak, hogy figyelemmel követik a változó szolgáltatási környezetet érintő törvényváltozásokat. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője elmondta, folytatódik a 2016-ban már elkezdődött szociális rendszer átalakulása, amelyben a házi segítségnyújtás nagy változásokon ment át, főként a gondozónők által végzett tevékenységek elszámolhatósága szempontjából. 2017. januárjától szakmai szempontból áttekinthetőbbé válik az ellátás és az állami finanszírozás. Egy ilyen nagy átalakítás, mint a szociális rendszer átalakítása, ez nagyon sok olyan hibát, működésbeli, nem is biztos, hogy hiba, igen, nagyon sok olyan problémát rejthet magában, ami nem segíti a rendszer működését. Ezért kell nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy a szakemberek minél többet találkozzanak, hogy minél jobban át tudják beszélni azokat az érzékeny pontokat, amik előfordulhatnak az ellátás során. A műhely Rácné Németh Teodóra előadására épült, prezentációja után a szakemberek szabadon kérdezhettek. Az NRSH szakmafejlesztési módszertan és kutatási osztály vezetője a házi segítségnyújtást érintő tervezett rendelet szintű változásokról beszélt, általános érvényű definíciókat hozott példaként, illetve azt részletezte, hogy milyen szolgáltatási elemek épülnek a rendeletbe, továbbá, hogy milyen változások figyelhetők meg a szakmai programban.